A jó szezon kezdet után már is itt van a következő kihívás. A utazás vár ránk és egy újabb erőpróba. Hogy sikerült a héten a felkészülés, és hogy néztek ennek a mérkőzésnek a elé? Hát elsősorban annak örvendek, hogy sikerült a 3 pontot itthon tartani. Ez jót tett a csapatnak. Érzem a fiúkon az edzésen, hogy van bizalom. Sokat számít, mikor egy bajnokságot egy győzelemmel kezdett. Remélem ez hétvégén is sikerülni fog. Úgyhogy amilyen állapotban vagyunk és ahogy edzettünk, úgy gondolom, hogy teljes mértékben nagy erőfeszítésekkel gondolom, hogy sikerül a 3 pontot hazahozni. Milyen meccsre számít, azt mit tudunk az ellenfélről? Hát sikerült egy mérkőzésük 5-tőleg első fordulóból kielemezzük. Azt kell tudjuk, hogy elég agresszív csapat ellen játszunk, mivel ismerem az edzőket elég jól, tudom, hogy bíztassa egy fiatal csapat ellen, aki tényleg látszik, hogy nem adják fel, utolsó labdáig küzdenek. Ezt be is bizonyították Nagyváradon az első fordulóban. Nagyon jó védekeznek, de gondolom, hogy megkapjuk azokat a gyenge pontjaikat, ahol meg tudjuk őket bontogatni, és remélem, hogy találunk olyan szituációkat, egy helyzeteket megoldani, hogy sikerüljön minél hamarabb megbontani őket és gólt szerezzünk, mert akkor ma utána könnyebb lesz nekünk is, hogy játszodjunk. Köszönöm. Kelló, milyen volt az első meccs, milyen volt a szezon kezdet? Hát mindenkiben volt egy kicsit druk azért első meccs előtt, de hála Istennek, hogy jól kezdtük a mérkőzést, úgy, ahogy felkészültünk végig a felkészülési időszak alatt. Sikerült itthon tartani 3 pontot, és igazából ez a legfontosabb, bízunk benne, hogy ez erőt ad a jövőbe, de nyilván minden meccs más, ugyanúgy készülünk a Turgusi úra is 100%-osan, és 3 pontért megyünk. Nagyon magabiztosaknak tüntetek a pályán, önbizalmatok is volt, ez jellemző most a csapatra? Hát reméljük, hogy ez lesz jellemző, de igen, így is akartunk pályára lépni. Nyilván hazai pályán első meccs, így akartunk ilyen önbizalommal pályára lépni. Első fél időben ez sikerült is szerencsére. Úgy érzem, hogy jól sikerült, ebből kell tovább menjünk, és bízunk benne, hogy ugyanígy fogunk szerepelni a továbbiakban. Köszönöm. Ahol milyen volt újra Csíkszeredában szerepelni? Hát nagyon vártam, hogy visszajöjjek. Alig vártam, hogy újra szurkolók előtt játszok, és szerencsére egy szebb győzelemmel tudtam ezt csinálni. És remélem, hogy a folytatás is ugyanaz lesz, még jobban.